üdvözlünk mindenkit. HCK utam kezdődik az egyes kategóriából, pole pozícióban Garambölgyi, második helyről, és hát még harmadik helyről Nyoményi indulhat. Pillanatokon belül indul is a mezőny. Felkészülni. Zászló bent. Jaj. Az első, második helyen már indul is a csata. És ahogy nézem, mindjárt a második helyről ki is szorult a versenyzőnk. Nagyon nagy bunyó kezdet vette kezdetét. Szokásos egyes kategória. Mindenki próbálja a legjobb helyet megfogni magának. Most üdvözlök mindenkit, a 2-es A kategória fogja megkezdeni a versenyét, nem sokára. Halászati lesz a pole pozícióban, 8-as géppel, Fehér Tomi pedig a 11-essel, a harmadik helyen a rajtrácson pedig Reik Balázs a 6-os géppel. Lássuk akkor a rajtot. Figyelem! Zászló bent, rajt! Nagyon jól kaptál a rajtot, és összképpen nem tudod előzni. Azt a kicsit próbálj megelőzni Kranovki Andrásra a hátsó mezőnybe. Tizedgépvel, úgy eső, hogy sikerült egyébként.
a második hely. Fehér Tomi a 11-esben nem tud visszatámadni. Megint egy külső jövő támadást látunk, de az... az ott eléggé sikertelen lett. Igen. Nagyon boros ez a külső jövő, vagy nem értem ezt megpróbálni. Megpróbálni mindig érdemes, de nagyon sikerült. Való Kriszti került zavarba. Egy kicsit megpördült, csúszott alatta a lukát, és nem sikerült neki a kigyorsítást, két páros is hagyták. Pontosítani, 20 méteren elbukni az első helyet, hát ez igen kellemetlen. Jó napot mindenkinek! HCK 4-es kategóriát fogom most végignézni egy kellemes tűzforró napon. A bokátok már megsínylették az előző versenyeket, túlforrósodva várták a sorsukat a boxban. Most egy laza felvezető kör után felállt a rajtrács. Figyelem! Zászló bent, és rajt! Az első kanyarba, hogy nézzem. Hoppány! Hoppány megfogta Kádas Zsoltit, és át is ugrott rajta. Thank you.
egyik akció nélkül. Kopmány szórakoztat minket egy előzés próbával. Sok volt. Próbának jó volt. Ezt már ő is tudja, hogy nincs ott. Nagyon szeretett feljönni, hiszen tudja, hogy szikloszúdikokat rengeteg időt fog veszíteni. Kopmány nagyon jól fordult rá közben az egyenesre. Ez a verseny. Azt kell mondjam, hogy elég szép előzéseket láthatunk. Kopmány megint! Kopmány ugyanott harmadszor! De most nem lesz meg! Na! Abban nem fogjuk kijönni. Az már nem az a kanyar, de most kap egy kis tempót. Villon nem annyira ér, Kopmány! Nem baj! Ismét a pályán! Puszi, ugye? Ákos megint integet. Húha! Mi ez a bácsi házi kérdése? Úgy néz ki. Utogatnak, mint Mózes a hegyen. Ahelyett, hogy versenyeznének. Közben Kopmány próbálja kihasználni a bácsi ház előnyeit. És amennyire tudott, közel került a hármashoz. És most? Kopmány belül, na? Megvan! Milyen verseny? Elképesztő! Jól nézem, amit Kopmány csinál egyébként. Mindjárt megnézem, hogy hányadik helyről is indult. És... Hűha! Kopmány belül! Hát most kívülről! Jézus, egy úristen! Ákos van belül a szemvízbe. Iszonyat darálóba került. Azt a mindenit, hát ebből még később volt ránk. Charlie Whiting legyen a talpán, ha megmondja valaki, hogy ez szabályos volt-e vagy sem. Viszont Kopmány a második. Szabálytalanul közizetve. Vissza szerettem volna engedni Ákos, de erre már nem volt lehetősége, amikor külsőjébe érkezett Márton Balázs. És az előbb pontosan ezért nézett vissza, hogy ki van mögötte, mert szerintem közben leintették a futamot. Egyébben Kocsi Viktor megnyerte a futamot. Második Kopmány, harmadik Márton Balázs, negyedik Kortokai Ákos. Ez egy nagyon érdekes futam volt, én szerintem lesz ennek még papírformája. Egy kis extra mutogatás Ákostól. Nem vezetőkörön. Persze. Hát annyi előnye van Ákosnak, hogy most nem a célvonal után állt meg, most bemegy a boxba és ott mondja el a mondókáját. Ha
Hajrá, fiúk! Jó verseny volt! Most üdvözlök mindenkit! A light kategória következik, ha jól emlékszem. És a 2A és az 1A verseny van, amit ebben a futamban. Tehát három versenyt látunk most egy futamon belül. Kommentátor kollégám, Mencses Bálint azt mondta, hogy elege volt a napból. Megértem, 400 ezer fok van betonon innen és túl. És a bajnoki fejét megvédeni ettől a napsütéstől. Hát úgy néz ki, hogy pillanatokon belül elindul az egy zászlós több futam. Zászló bent, majd indul. Minden egy gyors bevágás, védekezés belső ívre. Ahogy nézem, az első kanyar sikerrel teljesítik, 1, 4, 6, 3, 10. A B-döntők is simán eljöttek. Egy rajtból hoppa, egy gumiba állás. Ahogy nézem, ez miatt az elfékezés miatt nem lesz új rajt. Akkor szép napot kívánok, 3A kategória következik. Ez a tűzforró szombati napon. Zászló ben. Majd ebben a pillanatban a mezőny elindul. Még mindig megint a hátsó szektor az, ami aki először próbálkozik. Zsúfolódnak a kanyarba.
pöckölés. Mindenki megy mindenhol. Hát a hátsó szektorban ki milyen pozíciója tett szerte rajthoz képest, azt most pontosan megmondani nem tudnám. Most Pofei Ákos megint egy szomorú tapasztalattal.